Azt hallottam, hogy maga hamarosan elutazik. Igen. Milyen? Hogy miért utazom el? Mert minden zsidónak ott a helye. Izraelben. Aki itt született, annak is? Annak is. Hát maga én közül... szerintem. Én, ez az én felfogásom. Hát maga ugyanakkor az előbb itt könnyezett, amikor azt mondta, hogy elmegy. Hogy könny? Ez a szülőföldem. Fáj a szívem. Itt hagyok rengeteg ismerősöket. De akkor is ott a helyünk. Mindenkinek? Mindenkinek. Akkor... Maga is elmegy? Egy pillanat. Van egy unokám, 20 éves volt, itt hagyta a szüleit, Vilniusba, és elment oda. Az apja egy kommunista volt, Belorussziából származik, és megfenyegette, hová megy? És akkor azt mondta, ha van egy hazája az eszeknek, 1 millió, 1,5 millió, akkor miért ne legyen a zsidóságnak a hazája? Azt mondja, a fegyverrel a kezébe hegy kell állni a hazáért. Ez egy 20 éves kislány. Elment, semmi baja sincs. Nem gondolják, hogy azért ez, erről a tájról a teljesen eltűnik a zsidóság? Akkor innen nagyon fog hiányozni akkor valami? Akkor felelek erre szintén. Volt egy valaha egy Zsabotinszki, igen, amikor kiállt 36-ba vagy 37-be, itten. Egy jó szónok volt, kérte emberek, felhőkjönnek ránk, nem látni kiutat. Aki teheti, vigye ki a tőkéjét, vegyen földet kint Palesztinába. A fanatikus zsidóság, arra térek rá, amit kérdezett. Kezdtek megdobálni záptojással, kövekkel, lingár, ilyen fasiszta, olyan fasiszta. Mert... Jó van, hát legyen betárvezér. De ha hallgattunk volna, 6 millió zsidóságban nem került volna. Ez az igazság. Itt van, véletlenül vele voltam a lágerben. Véletlenül vele voltam, vadászferivel voltam. Rengeteg kistarcsa, garany, internálótáv, mind majdnem velem voltak. Hányan jöttünk haza? Meg lehetett számolni?